Most akkor szakításban voltak, vagy nem? Sziasztok, Árpád vagyok. Kijött a jó barátok újra együtt. És hogy milyen lett? Röviden, jó. Hosszabban meg pár percre azért szükségem lenne, hogy kifejtsem, szóval ha van kedved, gyere velem, akár láttad, akár nem, mert szerintem tudok majd olyat mondani, ami tetszeni fog, vagy ami el tudsz gondolkodni, ami érdekes. Nézzük is, hogy mi a jó barátok, mi nekünk a jó barátok. A jó barátokat biztos, hogy nem kell bemutatni. A világtörténelem leghíresebb és legszeretettebb szitkomja 6 zseniális helyzetkomikummal rendelkező színésszel, akiket a világ minden táján ismernek mind a mai napig. Arról az időszakról szól, amikor a baráti társaságod lesz a családod, de legalábbis közel ugyanolyan fontossá válik, mint a családi kapcsolatod. És bár azóta sok kritika érte, hogy sok benne elhangzott poén nem éppen piszi, de azért ez a kritika a legtöbb szitkomra igaz, főleg ha hozzáveszük az adott kort és időszakot, amikor forgatták. Egy biztos, a trónról még mindig nem sikerült letaszítani őket, és lehet egy jó ideig ez nem is fog még senkinek sem sikerülni. Amikor leültem, hogy megnézzem a jó barátok újra együtt részt, akkor nem tudtam, hogy mit akarok, hogy mire számítsak. Azt sem tudtam, hogy mit szeretnék igazán. Sokáig úgy éreztem, hogy mondjuk 3 részt, egy 8 részes minisorozatot, egy szép lezárós filmet, de igazából meg szépen lett befejezve eleve a sorozat. Tehát, hogy mit is akarok, mire vágyom. Na most megnézve, a jó barátok újra együttet, pontosan tudom, hogy mire vágyok, sajnos nem ezt kaptam, többé-kevésbé másfelé mentek, ugyanis ez egy hibrid lett. Vannak benne dokumentarista részek, amikor ugye 6 együtt vannak a színészek a régi díszletekben, vagy amikor újraalkotnak egy-két régi jelenetet, amikor beszél róluk a szerzőpáros, és ugye vannak show műsor elemek, talk show részek, amit James Corden vitt. A kettő együtt lavírozik, és megpróbál kapcsolódni, de ez valahogy nem jön össze. A dokumentumfilm és a talk show egyszerűen nem hiszem, hogy összeegyeztethető, nekik nem jött össze, az biztos. Látod ezt a 6 embert, ahogy összeengedik, és elkezdenek beszélgetni, sztorizgatni, olyan őszinte, igaz lesz az egész. Elkezd érdekelni a dolog, majd bum, megszakítják az egészet valami kacagással, nevetéssel, sziruppal, valami showelemmel, James Cordennel, vagy épp más híres világsztárokkal, és úgy kizökkensz az egészből, abból a hangulatból, amiben úgy jól esett benne lenni. És az egész olyan hamissá csúszik. Bár azért legyünk őszinték, a hamisság a jó barátok része. Mire gondolok itt? Irreális, hogy ilyen kevés munkával 6 ember ilyen jól keressen New Yorkban, pláne, hogy ilyen jó helyeken lakjanak. Irreális, hogy napközben ennyi időt együtt tudjanak tölteni. Irreális, hogy ilyen gyorsan túllépjenek a problémákon, megoldják azt. Az is irreális, hogy ennyi év alatt nem jön egy komoly lelki válság valamelyiküknél, amit idő, akár egy év is feldolgozni, de semmi gond. Ez egy hamis világ, egy álomkép, az egész jó barátok széria, viszont nagyon szerethető és nagyon jó álomkép, ahova úgy jól esik hazajönni, jól esik bekapcsolni és a részesévé válni. Pluszban azért, a hamiság mellett azért azt is említsük meg, hogy egy nagyon jó dolgot beemelt a köztudatba, méghozzá azt, amin azért többé-kevésbé, sőt inkább többé, mint kevésbé minden ember átmegy azon az életszakaszon, amikor jóformán a baráti társaság lesz a család, amikor szinte egyenrangú, ugyanannyira fontos, amikor velük éled meg a dolgaidat. És mivel ugye nem egy főszereplő volt a jó barátokban, hanem 6, ezért te is azt érezted, hogy ennek a társaságnak a része vagy, a te barátaid. És a lezárással azt is megkaptad, azt is megtanultad, megtanították velünk, hogy egy idő után, amikor az ember rálép arra az ösvényre, amikor saját családot alapít, akkor ezt a barátias társaságot egy picit visszább kell már fogni, nem lehet annyira fontos az életünkben, mint az adott életszakaszban. Ez mind szép és jó. És ugye az ember nem tudja, hogy mit akar, akkor a jó barátoktól újra együtt vannak, és annyira meglepődtem, lesokkolódtam szinte, amikor azt éreztem, hogy amikor a 6 színészt összeengedték és csak úgy beszélgettek, akkor kerültem leginkább közelebb újra egy jó barátok rész érzéséhez. Pedig nem Chandlert láttam, nem Phoebe játszott ott nekem, nem Joey híres mondatát hallottam, hanem ott volt Matt LeBlanc, ott volt David Schwimmer, Matthew Perry, és ők sztorizgattak, és megláttam, hogy miket adtak ők hozzá az adott karakterhez, hogy miért lett olyan az az adott karakter, és ami még fontosabb, hogy nem csak a forgatókönyv szerint van nagyon jó kémia a karakterek között, hanem a valós színészek között is baromi jó kémia volt akkor is, és többé-kevésbé most is. És
ez okozta a jó barátok érzést. Nem az, hogy eljátszották, nem az, hogy a jó barátokról kérdezgettek, hanem a hat színész beszélgetett, és ez számomra nagyon meglepő volt. Na ebből kellett volna sokkal több, de nem lett sokkal több, sőt, nagyon sok felesleges elem is volt, hogy miért, azt is el fogom mondani. Gondolok itt arra, amikor különböző világsztárok elkezdtek beszélni arról, hogy mi az ő kedvenc részük, ugye nem is szerepeltek benne, de hogy nekik mit adott az egész, hogy miért volt erre szükség, senki nem értette, egy-két utána olvasás után azért egyértelművé válik, viszont megtörte azt a hangulatot, aminél azt érezted, hogy végre jó barátok. És ezekkel a kitöltő showelem részekkel pont attól vették el az időt, ami igazán fontos lett volna, megismerni ezt a hat embert, és még jobban megszeretni őket. Mert erre nagyon nagy lehetőség lett volna, hogyha hagyták volna, hogy ez kibontakozzon. De helyett nézzük, hogy Kit Harington elmondja az ő kedvenc részét, szerintem senkit sem érdekel. Inkább azt nézném, hogy Matt LeBlanc és Matthew Perry hogyan idézgetik fel a múltat. És az a helyzet, hogy tényleg nem érthető ez a felesleges cukiskodás, amit a talk show jellegű beszélgetésre is értek, hisz eljátsszuk, hogy minden szipi-szupi csillámpóni, hogy az akkori életünk is, és az azóta eltelt is, jaj, de mennyire fantasztikus és csak jó dolgokkal van kikövezve, nem is akarunk tudomást venni azokról a kritikákról, ami jogosan vagy jogtalanul érte azóta a jó barátok részeit, vagy épp a jelenlévő drog problémát, alkohol problémát, amin végigment ugye Matthew Perry. Erről nem akarunk beszélni. Úgy teszünk, mintha ez meg sem történt volna, nem is létezne. Látod ezt a cukiskodást, és közben ott ül középen Matthew Perry, egy kőkemény, szinte emberi roncs. És nem hiszed el a cukiskodást. Tehát ezért is érzem, hogy felesleges volt. Na de hogy miért volt rá szükség, arra most érek ki. Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért forgatták le ezt a részt. Azért, mert az HBO elindított Amerikában a streaming szolgáltatását, és úgy érezték, hogy meg kellene valamivel durrantani, hogy kellene valami jó nagy csinadratta. Hát a világ leghíresebb szitkomjának szereplő gárdáját eresszük össze, kicsit beszélgessenek, mondja David Beckham, hogy ez az én kedvenc részem, mert akkor majd az egyszerű néző is azt fogja érezni, hogy hát ha David Beckham is ennyire szereti a jó barátokat, akkor hát én is megnézem ezt a részt még. Most tényleg? Tényleg azt gondolják, hogy a jó barátokat David Beckhammel kell eladni, meg különböző világsztárokkal, hogy majd akkor menő lesz? Ezek a világsztárok örülnének, hogyha részei lehetnének a jó barátok univerzumának, nem kell a jó barátokat eladni különböző világsztárokkal. Ha ezt a hat embert 60-70-80 percig csak összeengedték volna a régi díszletek között, na az lett volna a katarzis. Akkor éreztük volna azt, hogy ez a tökéletes végső búcsú. Tökéletes volt a sorozatban is, de a szereplőktől vett tökéletes végső búcsú lett volna. Így pedig egy ilyen, hát jó, hát nem rossz rész lett ez. Igazából azt fogod érezni, hogy a 100 percet soha nem néznéd újra vissza, viszont azokat a részeket, amikor ők együtt vannak, és megtörténik a csoda, amikor kinyílik előtted újra a jó barátok életérzés, na az bármikor újra tudnád nézni. És ha egy képpel akarnám zárni ezt a részt, akkor azt mondanám, hogy az egészet úgy éreztem, mint egy osztálytalálkozó. Tudjátok, amikor ott vagy a vacsorán, újra találkozol azokkal az emberekkel, akik már jóformán 10 éve nem az életed részei, jönnek a különböző sztorik, hogy belefeküdtetek a szökőkútba egy szál gatyában, hogy egy este alatt elszívtatok egy doboz cigarettát, pedig nem is dohányoztok, és jönnek a különböző őrültködések, ezek az élmények. Viszont időközben gyereked lett, a másik pedig egy emberi roncs, és nem tudod, hogy erre hogy kérdez rá. Valaki sikeres, de hogy tényleg boldog-e, vagy nem? Arra sem mersz úgy rákérdezni. Az egész olyan felszínes, olyan fent marad a levegőben, hisz tudod, hogy ebben a 3-4 óra hosszányi közös vacsorában nem fog erre mind kiderülni, pedig pont erre lennél kíváncsi. A valóságra, az igazságra, az életútra. Utána hazamész, elmondod a párodnak is, hogy nem jó volt ez igazából, úgy sztorizgattál, egynek elment, de nem tudtál meg eleget, nem tudtad meg azt, amit akartál, nem azt érezted, amit akartál. Na ezért kellett volna eldönteni, hogy egy dokumentumfilmet akarnak, és megmutatni a hat embert, és átadni valami nagy katarzist, vagy egy showműsort csinálni, ahol el lehet röhögni. Egynek jó, egynek mindenféleképp ajánlom, hisz jegyet veszel
nosztalgia vonatra, Jó barátok földjére, és az jó érzés. Talán még egy-két könycseppet is el fogsz morzsolni, de ennyire számítsatok, többre ne. Az igazi nagy végső búcsú tényleg ott zajlott le, amikor elengedtük őket, és az szép volt, az jó volt, és csak egyet tanácsolhatok ezzel a Jó barátok újra együtt résztel kapcsán, nagyon-nagyon zárd a szívedbe azokat a jeleneteket, amikor ők hatan együtt vannak, mert az még ad valami kis plusz lezárást, egy utolsó kis szomorkodást egy ilyen zseniális sorozat után. Hát, ilyen volt ez a Jó barátok újra együtt. Azért nézzétek meg. Remélem tetszett ez a rész. Nem sokára újra itt vagyok. Ha gondoljátok, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, osszátok meg ezt a videót, ha tetszett. Ha nem tetszett, akkor is. Na pá!